A 19. század vége óta működik hazánkban jogász egylet, és a patinás testület máig a megyénkben élő valamennyi neves jogász tagjai között tudhatja. Vezetője pedig Székesfehérvár jegyzője. A szervezet részt vállal a jogszabály előkészítések véleményezésében, és érdekképviseletet lát el a szerteágazó jogi szakma valamennyi ágának képviselői felé. Ügyvédek, bírák, jogtanácsosok, közjegyzők, mind-mind jogászok, megpróbálja összefogni őket ez az egylet, illetve az érdekeiket képviselni. A másik nagyon fontos feladata jogszabályok előkészítésében véleményező szakmai civil testület. Valamennyi jogszabálynál meg szokták keresni a Magyar Jogász Egylet tagságát, van büntetőjogi szakmai csoport, van polgárjogi szakmai csoport, közjogi szakmai csoport, és ezek a szakmai csoportok a készülő jogszabálytervezeteket véleményezik és segítik a jogalkotó munkáját. A jogász napon most elsősorban sporttal kapcsolatos témák kerültek terítékre a közelmúlt jogszabályi változásai miatt. Így a sportfinanszírozás új lehetőségei mellett a sporthuliganizmus megfékezésének jogi eszközeiről is hallhattak a résztvevők. A nyitó előadást pedig Kis László alkotmánybíró tartotta Jogunk nyelve, nyelvünk joga címmel. A gyakorlati életben használt jogi nyelv furcsaságairól beszélt, úgymond görbetükröt tartva a résztvevők elé. Nem más a magyar jogi nyelv, mint egy fordítás nyelv, és ennek a fordítás nyelvnek viseli az összes gondját, baját magán, nevezetesen, hogy nem sikerül tartalmilag ugyanazt visszaadni a magyar fordítással, mint amit eredetileg a német, a latin vagy az angol kifejezések takarnak. Na most ebből számtalan fonákság keletkezik, és keletkezett, amelyeket szeretnék görbe tükörként a tisztelt résztvevők elé állítani. A Fejér megyei jogász egylet célja, hogy évente kétszer szakmai napot tartson. A mostani őszi után, így legközelebb tavasszal jönnek majd össze a tagok.